Na, sziasztok, üdvözletem akkor szerda reggel, ismét reggeli megvolt, és most indulás a pályaudvarra, megyünk Varsóba. 8.26-kor indul egy vonat, a körülbelül 10 perc lévő pályaudvarról, úgyhogy lesz még idő jegyet is venni, most azonnal elkészülök, megyek, ez körülbelül 5 perc. Aztán majd meglátjuk Varsóból, meg majd, hogyha esik az eső, akkor metróval kezdem, hanem akkor a villamosokkal, de hát azt majd ott helyben kitalálom. Az lesz az első, hogy veszek egy napi jegyet, aztán utazgatás, ameddig csak lehet. Egy tartsatok velünk! Sziasztok, itt vagyunk most Varsóba, és most már lejöttem a centrum metró megállóba, itt vagyok a metróba, és eddig kettő már elment, amit filmeztem. Nem semmi egyébként. Semmi. Az egyik szerelmi, amikor az előbb elment, az úgy nézett ki, mint a G2-es, a Guns Hanslet. És a másik meg a 8-1-esre hasonlított, a dupla lámpásra konkrétan. Nem tudom, hogy milyen fog jönni, de ez elmegyek a végállomásig. Úgy látom, két metróvonal van csak, azt be fogom utazni ma, ha már itt vagyok, aztán meg majd megyek villamoshozni. Szerintem mindjárt fog is egy jönni, egyébként itt van mögöttem a testeik, az aha, most fog jönni. Na, hihetek, egy most fog jönni, és akkor a szokásos utastájékoztatót van a kamera is. Na, és nem tudom milyen jön, de ezzel fog tovább menni.
Na, sziasztok, csak egy gyors bejelentkezés innen. Most épp KS Polónia megállóban vagyok, és várok egy járművet, mert tovább tudok menni. A metróvonalak másfelé... Hát legalábbis a két metróban másfelé már sikerült beutazni, majd mindjárt visszajutok egy metró megállóhoz, és akkor az egyes metrónak azt a maradékát meg. Utazom, ja, meg még az odaszt még ki kell fogni, és hát a 81-esre hasonlítót, mert eddig csak Siemens sikerült, meg Alstomot. Hát meglátjuk. Viszont látni láttam, úgyhogy kim van a vonalon, csak meg kéne csípni. Előbb-utóbb jön egy videós, amivel tovább tudok menni, aztán hajrá. Egyébként itt vagyunk. Itt egy ilyen elágazó villamos megálló, és egyébként a Visztula felett is átment egy villamos hídon a járat. Úgyhogy egész jól. Hát ott pedig egy ilyen határútféle, minden irányba lehet tovább menni fél. Csatlakozás van, és egyébként itt vannak például a 6-osnak a végállomása az metrónál van. De a 70-essel is el tudok menni, és ráadásul pont a Szitelnyuszka, ez az a metró megálló, ahol át lehet szállni két metró között. Azt mondhatni a Varsó ideják tél. Hát, valamelyik majd csak jön, előbb-utóbb. Ezek ilyen negyed óránként járó villamosok, úgyhogy előbb-utóbb valaminek jönnie kell. 6-osnak végül jobban örülnék ma azon szóló ilyen. Hát nem tátra, de valami ahhoz hasonlító villamos volt. És az azért, na, ott jön valami. 6-os. 6-osnak 6-os, csak nem a régi típusú. De nem baj, ezzel megyünk. A végállomásig. Następny przystanek. Dworzec Gdański.
Sziasztok, üdvözlet innen Valsóban. Ez már a Valszava centrálja. Itt van a pályaudvar is, kb. 5 perce. A vonatig még van körülbelül 2 óra, úgyhogy maximum a környéken fogok császkálni egyenre. Most kicsit lefáradtam a mai nap, úgyhogy most iszok egy sört. Ez Vienszka, most tudom pontosan minek hívják, mert... Ja, mindjárt megmutatom. Itt van mögöttem. Muszáj a fordatban, hogy lássátok. Azt a sört iszom most éppen, de van másfajta is a csapon, de azt majd... Hát majd, hogyha még szomjas leszek, akkor majd iszok még egyet egyébként. Most itt a belváros, mondhatni, itt hatalmas nagy toronyházak vannak errefele mindenhol. De egyébként, és a mai nap annyit tudok elmondani, hogy eredményes volt. És amilyen átjöttem, hogy a metróhálózat, meg a metrókat beutazzam, az megvolt, és igen, voltak kint régi 81-esek, vagy dupla lámpás, legalábbis hasonló a mi dupla lámpásunkhoz, meg egy másfajta, szintén még orosz metró, ami más volt egy kicsit az eleje, de mind a kettő sikerült lekapni, utazni is vele. Voltak egyébként alsztomok is, ami nem átjárható, ami meg egyébként a Ganshanslethez hasonlít. De alsztom logó van rajta, úgyhogy ebből gondolom, hogy alsztom, de ennek majd utána kell még nézzek, hogy pontosan mit láttam. Meg egyébként meg a Siemensek vannak még. És egyébként van egyes meg kettes vonal, mind a kettő beutaztam, villamosoztam is. Villamosból is volt mindenféle fajta, amit láttam. Igyekeztem mindenre utazni, mindent videózni, a belvárosba is tettem egy kört. De még fogok is, már vonatig még van idő. Egyébként 19-12-kor megy visszafele, de itt van a pályuk az 5 perc, úgyhogy túlságosan messzire már fogok elmenni. Hát, hogy aztán végül a úti vlogban, videóban mi lesz benne, mert azt nem tudom, lehet, hogy... Sőt, valószínűleg egyébként, hogy ezeket a tömegközlekedési videókat majd felrakom egy külön videóba egybe is, hogy ha valaki csak az érdekel, akkor ne kelljen végig szenvedni a többi utazósat is. Hát eleve az úti beszámolóban, meg az utazós vlogban meg mindent nem vágok be, mert akkor a videó több mint fele arról szólna, hogy villamosok, vonatok, utazok ide-oda, buszokat videóztam le, meg fotóztam. Hanem majd lesznek külön blokkok, meg valószínűleg az Auschwitz-i látogatás is egy külön blokkban lesz, mert hogy abból mennyi értékelhető felvétel lett, videó például, azt nem tudom, mert videózni nem, de ennél lehet, mert folyamatosan terelgettek minket, hogy mögöttünk is volt egy csoport, akik toltak, meg előttünk is volt egy, akik miatt meg sietni kellett. Úgyhogy ahogy éppen sikerült, meg be tudtam a kamerát kapcsolni egy pillanatra ott. Fénykép viszont annál több készült. De valószínűleg az is egy olyan videó lesz, hogy majd bevágott fényképek, meg hasonló. Hát egyébként azt majd... Hát mindegy, elmondom most azért az Auschwitz látogatás, a bejutni magába ott a múzeumban, hát az valami horror, tehát egyszerű. Tehát ott a bejáratnál de közlik, hogy mit a gyándíjas papírnál nagyobb táskát nem lehet bevinni. Úgyhogy csapat 80%-a hátizsák volt, vissza a buszba. Aztán meg még ott elkezdtek közé kugaszoskodni, mit nem lehet, hogy nem lehet. De hát végül is nekem ezt a pici fotós táskát ezt még beengedték, és úgyhogy benne volt a fényképező, de átnézegettek mindent, fényképezőt, mobiltelefon, mindent összeszedegettek. Mert még a nadrágszíjat is leszedették velünk, hogyha bejelzett a detektor, és akkor még azt is le kellett venni. Ja, hát még jó, hogy ezt a nadrágot vettem fel, még nem annyira bő, hogy lecsúszson. Úgyhogy azért nem semmi, hát mondom, hogy... De az, hogy ennyire nehéz legyen oda bejutni, hát az ember nem gondolta volna. Az régebben meg kijutni volt onnan, ez így lehetetlen, most meg be. Hát ez, amit ott leművelnek, hát ez kritikán aluli. Na de mindegy, hát ez most már egy másik. Attól tartozik ez már tudod, és hát holnap reggel meg már utazunk vissza. Tehát most estére visszaérek a lakóba, vissza a szállodába, alvás, reggel zaba, és svédasztalos, tehát igazából nem kell magunkat visszafogni. Ma is 4-szer szedtem legalább, úgyhogy jó, hatalmas nagy dagadtisztó, mert itt meg megint betoltam, de egy-két jó, mert azóta nem is ettem, nem voltam éhes. Majd még a vonatindulás előtt veszek valami kaját, aztán majd azt ott ereszegetem, de azért ez nem volt semmi így. És hát egyébként azt, hogy merre jártam, azt nem tudom megmondani. A legelső az volt, hogy vettem egy napi jegyet, azt hiszem, ami 18 zloty volt, nem volt drága abszolút, tehát nagyon megérte a napi jegy. És hát azzal lehetett mindenhol menni, metrózni, villamosozni, hát buszozni nem buszoztam, de azt is lehetett volna.
egyszerűen busz nem járta arra, mert úgy gondoltam, hogy én inkább felszálltam egy villamosra, aztán mentem amerre ment, hogyha valahol megtetszett, akkor ott leszálltam, fotózgattam, mentem tovább egy másikkal. Azt megnéztem, ugye, hogy a pályaudvar, meg a metró megálló, az mire lehet eljutni, aztán lementem a metróba. Ott fotóztam, videóztam, megint egy kis villamosozás. Úgyhogy hát nagyjából ennyi. Igen, ezt csináltam egyébként kalapóban is tegnap előtt, tehát ez a legjobb, a kötetlen program, arra milyen, ha már éppen gondolom, amelyre kedvem tartja. Maximum egy-két dolgot még megnéztem a neten korábban, csak... És már... Az a baj, hogy a netem se nagyon van már, mert a mobiletem az nagyon lefogyott, alig van ott már belőle valami. Ha valahol éppen tollak wifi-t, akkor felcsatlakozok. Egyébként Varsó meg Krakó le van töltve a térkép offline módba. Azt tudom nézni. Csak a telefonom aksa is nagyon szar már. Gyakorlatilag azonnal merül. Már látjátok, most is powerbanken van, mert gyakorlatilag most már powerbank nélkül létezni sem tud. És alig töltve, hiszen meg most már nem csak az aksia szar, hanem a töltőcsatlakozója is. Csak hogyha bizonyos állásban, hogy egy picit megtörik a kábel, vagy akármi, akkor már nem tölt. Tehát visszafogok én, akkor ez a telefonnal valamit most már csinálni kell. Mivel fizetek rá kétféle biztosítást, beadom a biztosítóhoz, csináljon valamit akar. Na jó, hát akkor majd hát, fogok majd a vonatról később jelentkezni. Megiszom ezt a sört, ez most nagyon jól esik. Aztán meg majd megyek. Úgy tűnik, valaki le akart húzni pénzzel, mert eurót tettem, így lengyelből, de azt nagyon. Úgyhogy, de... Ez igazából még angolul sem tudta elmondani, hogy mit akar, úgyhogy hát így jel. Szerintem valamivel le akart húzni. Na mindegy, hát nem sikerült neki. Euróm egyébként sincsen már, szerintem. Ja, de van 70 eurócenten, még az megmaradt. De mindegy, hát így jel. Hát akkor mindegy, majd jelentkezem később. Na, ezt nézzétek, vizezik a sörömbe. Na most leszakadt az uhé, még jó, hogy közel van a pályaudvar. Jó, már fényképeztek is a Google Maps-re, azért a södöm még megvan, csak... És elkezdték intenzíven vizezni. Ez nem volt semmi, visszajönni Krakóba. Több mint egy órát késett a vonat. Nem tudni miért, de sokszor nyílt pályán félnek, akikkel meg ilyen neve nincs állomásokon. És nem nézitek meg mögöttem, mi van akkor a káosz. 8000-en szálltak legalább. Hát, mint a minimum harmadik világháború tört volna ki. Viszont a mozdonyunkat azt megnézem, azt megpróbálom még lekapni innen nektek. Majd amikor elmegy, nézzétek meg. Ez egy velvelok. Nem tudom, valami fesztivált reklámoz. Nem semmi. Hát közben a Velve mozdony elment. És én is most már megyek vissza. Hát, ez nem hiányzott ez a majdnem másfél órás késés. Eleve lefáradtam a Varsói városnézésben, most még ez is. Úgy terveztem, hogy ilyenkor ma aludni fogok, hát ez nem jött össze. Hát mindegy, innen már nincs messze a hotel, úgyhogy innen már 10 perc alatt visszasétálok, aztán alvás a reggelig. Hát reggel meg már össze kell pakolni, aztán tűz a vonathoz. A reggel indulunk vissza, és késő este érkezés a nyugatiba. Egyébként nézzétek meg, ez egy átlagos krakói aluljáró. Feltűnik nektek valami érdekes? Hasonlítsátok össze egy-két budapestivel. Olyan szokatlan, nem, hogy nem, sehol nincs egy alvócsöves, nincsen húgyszak, bár mondjuk az a videó nem hallatszik, de nincs összehúgyozva, nincsen összegrafitizve, és úgy általában véve tisztán van tartva. És azért Krakónál szesz, de egy-két Varsónál is nagyjából ezt tapasztaltam, hogy azért tudjátok, hát, hogyha láttál egy alvócsöves, vagy megcsapott a húgyszak, az ilyen szokatlan volt, vagy hát ilyen egyszer vagy kétszer volt ilyen. Pedig egész nap kint voltam a városba.
Úgyhogy azért van, ilyen téren van még mit tanulni. Itt Krakkótól is, meg Varsótól is. Na jó, hát közben akkor nézzétek meg. Pályaudvar. Arrafele fogok menni. Úgyhogy akkor jó éjszakát nektek. Sziasztok! Hát egy kicsit esett az eső, úgy látom. Ja, és egyébként a mai nap a tanulsága az még az volt, hogy a telefon az végleg megadta magát, úgy tűnik, mert rá van téve a powerbankre, és nem veszi fel a töltés egyáltalán. Több kábellel kipróbáltam, mind a két powerbankkel, és semmi. Egy darabig tölt, aztán megáll. És eleve úgy volt, hogy feltettem úgy, hogy amikor 40%-on volt, a vonaton, használtam egy kicsit, és úgy, hogy 2 amperrel töltött, a lement 10%-ra és kikapcsolt. Töltés közben mondom, úgy közben töltőm volt. Aztán meg hiába raktam vissza, hagytam, hogy töltsön, és semmi. Szerintem nem veszi már valamiért fel a töltést, vagy és egy bizonyos kábelekkel megy, nem tudom, meg így valamikor így csak hogyha fogom az alját, és nyomom bele, csak azért teljesen szar már. Meg úgy általában az egész telefon. És még örüljet, hogy nem hirtelen felindulásból basztam ki az ablakon. Már csak az mentette meg ettől, hogy biztosítás van rajta, és akkor odaadva biztosítva szenvedjenek vele ők. Hát jó, hát azért nézzétek, mert azért egész szép ez a kilátás. Ha már így alakult, hogy még késő este kint vagyok, akkor legalább ezt nézzétek meg. Itt még lesz egy aluljárópót, vagy egy villamos. Ja, itt van egy alagút, és azon keresztül megy. Kívánja, át lehet itt is sétálni, és nem kell aluljárózni. Akkor menjünk erre. Én egyébként a Varsói napról már csináltam összegzést, úgyhogy azt most nem ismételném magamat. De mindenki ezt a hidatot én megmutatom nektek, ha már itt vagyunk. És van még hely a kamerának az aksia legalább még jól működik. Hát itt ennyi egyébként, itt van egy ilyen alagút, és akkor itt felül meg a vonatok mennek. És egyébként holnap a vonatunk nem innen fog indulni, mert az túl egyszerű lenne, hogyha erről a kisebb pályaudvarról menne, ami a mellettünk, mert valószínűleg azért nem tudják hova tenni, vagy nem fér be akkor a vonat. Bár vannak az egyik hosszú padonok, inkább a tárolással lehetett a probléma, nem a központi főpályaudvarról. Viszont busszal kivisznek minket addig, tehát innestől kezdve az ő dolguk. Beoszhatnák ide vonatot, és akkor mondhatnák, hogy sétáljunk el idáig, mert 5 perc egyébként, tehát nem is egy nagy dolog, de hát lustábbaknak meg ez egy villamos megálló. Vagy nem is egy, hanem 2, mert ott áll meg szembe. És akkor ott lehet volna leszállni, de hát mindegy, hát ez igazából nekünk már mindegy. Na, ott jön még egy villamos, nem igaz, nézzétek. Aki idáig megnézte a videót, ott meg már... Így jó, akkor leszikrázott. De pont nem arra nézett a kamera. Látjátok, azért itt Krakkóban még vannak verdalok villamosok. Nem is kevés, és itt nem az van, mint nálunk, hogy csak az oldalán lehet meg. Nem, itt rendesen át is fényezik az egész villamos más színűre, hogyha arról van szó. A reklámozó kedvéért mindent. Vagy az egészet bematricázzák. Nem ám itt ilyen BKV-t módszerrel, hogy jaj, az elejének huszársárgának lennie, mert különben úristen összedől a világ. Meg nem ismerik fel, hogy villamosról van szó, vagy nem, és csak az oldalában lehet matricázva használni, nem, itt rendesen. Vagy az egész be van matricázva, sőt, amikor át is fényezik olyan színűre, aztán úgy teszik le a feliratot. És hát nincs ezzel probléma, hát gyerek, a villamos akkor is megy, ha más színű. Hát lehet ezt így is csinálni. És sok ilyen reklám villamos van, hát nyilván, hát van is értelme eladni reklámfelületnek a villamos, hogyha már egész nap az utcán mászkál.
még mégiscsak bevétel van abból is. Akár mekkora is, de pedig is bevétel, tehát igazából nem értem a BKV-sféle hozzáállást is, hogy nem, meg hogy olyan sokat kérünk érte, hogy azért se csinálják meg. Na mindegy, hát ez csak egy ilyen kis mellékszál, úgyhogy akkor egyenlőre. Akkor most már akkor lassan vissza is érek, és innestől már alvás lesz, úgyhogy most már akkor tényleg. Aztok akkor már legyen elég belőlem ennyi, aztán majd holnap folytatom.